Bravúr győzelemmel zárt a három meccses idegenbeli sorozatát a nyíregyházi kosárlabda csapat. A kék cápák Körmenden és Kaposváron is a végjátékban veszítettek, Szolnokon viszont Pető Ákos együttese örülhetett az utolsó dudaszót követően. Bár a tabella második helyén álló tiszapartiak a negyedik negyed közepéig vezettek, a vendégek fordítani tudtak és egy ponttal megnyerték a találkozót. Ami nagyon fontos volt, hogy a kispad nagyon sokat hozzátett, és nagyon extrát védekeztünk a második félidőben. Félidőben 49 pontnál tartottunk, igaz a vége 85 lett, tehát a második félidő egy nagyon extra védekezése fordította meg, illetve voltak olyan egyéni teljesítmények bravúros kosarak, itt a CJ Bryce és a Manny Suarez vezetésével, ami támadásban sokat segített. Az NB1 átcsoport élén a Szombathely áll 17 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 14-6-os mutatóval rendelkező Szolnokot. A Nyíregyháza 8 győzelemmel és 13 vereséggel a 11. helyen várja az alapszakasz utolsó 5 fordulóját. Azt nézzük, hogy egy frissen feljutó újonc csapatként sok bravúr győzelemmel a hátunk mögött ott vagyunk a top 10 kapujában, akkor azt gondolom, hogy összességében jól állunk, de voltak olyan mérkőzéseink idén, és tényleg ez egy nagyon hektikus bajnokság, ahol szinte már elvárt a publikum, illetve meg is magunktól, hogy nyerjünk, és nem sikerült, illetve olyan bravúr győzelmek születtek, mint korábban az Albakomp ellen vagy most Szolnokon, amire meg talán mi sem számítottunk. Úgyhogy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott szoros bajnokság, megpróbáljuk megragadni az esélyt és a biztonságot jelentő 10 legjobb csapatba oda kerülni. Szombaton ismét fontos meccs vár a nyíregyháziakra. A bajnokságot rosszul kezdő, de az utóbbi meccseken egyre jobb teljesítményt nyújtó Zalaegerszeget fogadják Suárezék. Nagyon veszélyes csapat, sok új játékossal, akik az első egymás elleni mérkőzésen még nem voltak, tehát fel kell őket térképezni, és valóban nagyon fontos lenne, hogy hazai pályán megszerezzük ezt a szombati győzelmet. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Zalaegerszeg mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják a találkozót. A 22. forduló további párosítása a következő: Atomerőműesek Kecskemét, Körmend Albafehérvár, Sopron Szolnok, Szombathely Szeged, Kaposvár Pécs és Debrecen Oroszlány.